Azt mondjuk telefon, akkor mindenki Alexander Graham Bellre gondol, mint a telefon feltalálójára. Azt kevesen tudják, hogy csak pár órán és a hatalmas szerencsén múlott, hogy nem mást éltet az utókor ezen a címen. Úgy hozta a sors, kicsit ügyesebb volt a Bellnek a ügyvédje, vagy a képviselője, úgyhogy végül is ő kapta meg a szabadalmat, néhány óra különbséggel adták be ezt az igényt. Az 1800-as évek közepén az elektromosság fejlődése elérte azt a szintet, hogy távközlésre is lehetett alkalmazni. Az Alexander Graham Bell nevű emberhez kötjük a telefonnak a feltalálását, de hát azt is talán tudják sokan, hogy egy érdekes történet, hogy egy azon napon adta be ő a szabadalmi igényét, mint az Elisha Gray nevű szintén amerikai feltaláló, az ugyanolyan elvű telefonjára. Úgy hozta a sors, kicsit ügyesebb volt a Bellnek a ügyvédje, vagy a képviselője, úgyhogy végül is ő kapta meg a szabadalmat, néhány óra különbséggel adták be ezt az igényt, a technika történetben sokan látunk ilyet, hogy az ő nevét nyilván tartjuk, mint a telefon föltalálója, és az Elisha Gray-ről pedig nem is hallott a legtöbb ember, az európai feltalálókról meg végképp nem hallott senki. A találmány korszakalkotó volt. Bell siketeket tanított az iskolában, és beszédformálással részletesen foglalkozott. És ennek kapcsán rájött arra, hogyha egy membránt mozgat, és a membránra rátesz egy mágnest, mágnes mellé meg oda tesz egy tekercset, akkor ez a mágnes, hogy mozog a tekercsbe, az ebbe a tekercsbe induktivitással létrehoz egy hullámot, és ezt a hullámot elvezetve egy vezetékkel, egy másik hasonló készülékkel, amiben meg mágnes van és tekercs, és egy membrán a másik felé, hát ezzel lehet hangot átvinni. Alexander Graham Bell 1876-ban kapott rá szabadalmat. A kezdetén, amikor a telefonokat elkezdték használni, akkor hát ugye nem volt sok előfizető rá, ezért nagyon egyszerű volt a megoldása, a két beszélgetni akaró embert egy zsinórral összekötötték. Úgyhogy volt egy ilyen érdekes dugó, egy ilyen telefondugó, ezt bedugták egy hüvelybe, a másik dugót meg bedugták a másik hüvelybe, és ezzel a két embert össze lehetett kötni. A telefon feltalálásakor a távírókat már nagyon sokan használták. Megoldást kellett találni arra, hogy ne kelljen minden távírókészüléket a többivel összekötni. Jött az a gondolat, hogy távíróközpontot kell létrehozni, ahova bemennek a vezetékek a távíróktól, és akkor ott a központ azzal köti össze, akivel csak kell. Ugyanez az ötlet valósult meg a telefonoknál is, hogy akkor telefonközpontot hoztak létre, először Amerikában, utána pedig Franciaországban is például, és ezzel elérték azt, hogy a központba kellett jelezni azt, hogy valakit telefonálni szeretne, azt, hogy kivel szeretne telefonálni, először név szerint csinálták, utána majd számmal, és ezek után egy telefonközpontos összekötötte ilyen zsinórokkal a két beszélő felett, és akkor beszéltek egymással. Az első magyar telefonközpontot Puskás Tivadar öccse, Puskás Ferenc hozta létre. 1882-ben jelent meg az első budapesti telefonkönyv 238 előfizető név sorával. 1890-ben már 3000 telefon előfizető volt. Honnan lehetett tudni, hogy ki akar beszélni? Úgyhogy volt egy ilyen érdekes kis szerkezet, mint ez, ami úgy működött, hogy itt egy mágnes van rajta, egy elektromágnes, és amikor valaki beszélni szeretett volna, fölemelte a kézibeszélőjét, az a kézibeszélő összezárt egy áramkört, és egy ilyen kis lapocska így leesett. Még egyszer megmutatom, fölcsukom így, és amikor fölemelte a kézibeszélőjét, egy kis lapocska leesett. Ezt úgy nevezik, hogy ejtőlemezes jelző. Oda rá volt írva a neve az illetőnek, úgyhogy a telefonközpontos általában kisasszony megnézte, hogy kiről van szó, beleszólt a készülékbe, hogy kivel akar beszélni, és összekötötte egy ilyen zsinórra. A gyáli úton állt egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. Amikor a telefonhálózat már adott volt, műsort is szeretett volna továbbítani hírekkel, előadásokkal. A világon elsőként Puskás Tivadar 1893-ban létrehozott egy stúdiót, és ez a telefonhírmondó volt a rádió előfutára. A telefonhírmondó hálózat a pontos időt is jelentette köztereken, állomásokon. Egy
egy idő után szükség volt további fejlesztésre, hiszen mindenki szeretett volna telefont használni. Rájöttek arra, hogy az előfizetőket rá lehet kötni ilyen kis érintkezőkre. És akkor azt lehet mondani, ez az A előfizető, ez a B, ez a C, D, így tovább az előfizetők. És amikor az előfizetőt egyiket össze akarták kötni mondjuk ezzel a D-vel, akkor volt egy ilyen forgó tárcsa, ami szépen körbe tudott fordulni, és akkor a közepén lévő előfizető, ami rá volt kötve, ezt összekötötte azzal a ponttal. Ezt úgy hívták, hogy rotari központ, mert így körbe rotált, így körbe forgott. Hogyan tudták ezt a rotariságot automatikusan megoldani? Úgyhogy kitaláltak egy nagyon érdekes szerkezetet, azt úgy nevezték, hogy telefontárcsa. Ugye a régiek, az idősebb emberek ismerik ezt a telefontárcsát, ez úgy működött, hogy eddig az ütközőig föl kellett húzni az embernek az ujjával, el kell ereszteni, és akkor szépen futott visszafelé. És ahogy futott visszafelé, a hátsó felén volt egy ilyen kis tárcsa, ami egy érintkező közé tudott benyúlni, és ahány számot az ember akart tárcsa, ez annyiszor megszakította annak az áramkörnek a működését. És ahogy megszakította, ez így szépen tudott körbe lépegetni. Meg is tudom mutatni egy ilyen nagyon pici kis szerkezetem, hogy ezt így húzogatom, ez így szépen folyamatosan lépeget. Ezután, miután ez évtizedekig működött sikeresen, kitalálták, hogy lehetne egy olyat is csinálni, hogy az előfizetőket ilyen párhuzamos vezetékekre rákötni, párhuzamosan futó vezetékekre, és adott ponton, ahol két embert össze akarnak kötni, azt a két vezetéket összekapcsolták egymással. Ennek az volt a neve, hogy crossbar, mint a keresztrudak voltak benne, és ezeket a keresztrudakat szintén mágnesek működtették, és az adott ponton az embereket összekötötték. Ez a crossbar nagyon sokáig működött, egészen az elektronikus telefonközpontok megjelenéséig, akkor, amikor az összekötetéseket már elektronika, tipikusan tranzisztorok végezték.